Hamarosan különleges FEM3 kafét láthatnak a nézők, ugyanis a TV2 Akadémia műsorvezető szakos hallgatói lesznek egész délelőtt a képernyőn. A vizsgázók érdekes témákkal készülnek, teljesítményüket szakmai zsűri értékeli. Ha-ha! Én is. Jó reggelt, kívánunk. Jó reggelt. Itt van velünk még Szipp Ánanett is, mert hogy te leszel annyira félni, mert a Zsuzsi eddig sem volt annyira szőrös szív. Adott jó pontokat. Egyébként jó kedve van egyébként ma reggel. Ma nem jó napomat fogjátok ki. Viszont nem mindegyikötöket láttam, mert nem jelentetek meg mindannyian az órákon. Ennek mi az oka? Hajjaj. Igen. Nem, azért próbáltunk mindannyian megjelenni. Nyilván azért volt mindenkinek másik munkája is emellett. De azért amennyire lehetett, összeegyeztettük azzal. Anett, neked mi lesz a feladatod ebben a történetben? Tehát segítettél nekik felkészülni? Én konzuláns voltam, Váci Gergővel elfeleztük a társaságot, és a fele társaságnak a kérdéseit, illetőleg a témáját én fogadtam el. Próbáltam terelgetni őket, hogy egy nagyon jó beszélgetést tudjanak. És nagyon fontos volt egyébként a témaválasztás is, hiszen nagyon sokan nem érzik, vagy nem érezték még azt, hogy mi a jó téma. Volt, aki nagyon jól ráérzett, és volt, akinek segíteni kellett benne, ezt megtettük. Tehát azt hiszem, de mik a jó témák, vagy milyen témák lesznek? Érdekes lehet, ami tényleg mindenki számára érdekes lehet, hiszen nem biztos, lehet, hogy ő valamiben nagyon otthonosan mozog, de lehet, hogy ez nem annyira érdekes téma, hogy mondjuk egy FEM3 kaféba bekerülhessen. Kit milyen téma érdekel egyáltalán? Tehát, hogy egyáltalán politika valakit foglalkoztat közületek? Hát, mivel én fél éve gyakornokoskodom, illetve már dolgozom itt a Mokkánál, foglalkozom azzal is, de nagyon, nagyon érdekes, mert le kellett adni egy hónappal előtte a témát, és így mondtam Gergőnek, hogy kizárt, hogy én egy hónappal előre tudjam, mert hogy ugye egyik napról másikra csináljuk a Mokkát is, úgyhogy semmi vész, és legalább naponta volt két témám, és így mondta Gergő, hogy most már álljak meg, és mondjam, döntsem el, hogy mi lesz. De sokszor nem rajtam múlott, hanem a vendégnek nem volt jó ugye az időpont, ez egy fix nap volt, de végül meglett a téma. Saját vendéget kellett hívnotok? Úgy lesz? Igen. És az, hogy élő az adás, és nem felvételről megy, ahogy gyakoroltatok eddig, az mennyire fog veszélyezni benneteket? Szerintem nagyon nem, igazából azért hozzászoktunk már ez. De most ez csak egy szemében mondom, de azért... Ezt a rutint, amit megszereztetek, tehát az én 20 éves rutinomban fel sem helyér. Azt hiszem, hogy a kapásban 4-esről indulsz csak fölfelé. Az úgy szóljon belőle. Köszönjük szépen, na hát egy kalappal nektek. Itt a Mokka véget ér, ott akkor... leszünk, és nagyon objektíven fogjuk nézni egyébként. Igen. Jaj, Anett, te már ismersz engem.